60 milliárdos vízügyi fejlesztés. A Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság jövő évi tervei között ár- és belvízvédelmi létesítmények korszerűsítése, tározók építése is szerepel. Növekvő gazdasági mutatók. Jelentős, mintegy 15%-os volt idén a gazdasági növekedés Nyírbátorban. Csak a többletadó összege eléri a 150 millió forintot. 11 pályázat. Intézményi felújítások kezdődhetnek, fedett piaccsarnok és egy hűtőház is épülhet uniós forrásból a következő évben Újfehértón. Hatvan milliárd forintos vízügyi fejlesztést indít el 2017 tavaszán a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A tervek között ár- és belvízvédelmi létesítmények korszerűsítése, tározók építése, csatorna rendszerek korszerűsítése szerepel. 2016-ban a társulati csatornák működtetése az igazgatósághoz került, ami új feladatokat adott a szervezetnek. Ehhez forrást és eszközöket is kaptak, létszámot pedig jövőre növelhet az igazgatóság. A Felső-Tiszán a határ környékén, valamint Tiszabecsnél és a Tivadari híd környékén folytatódik az árvízvédelmi töltésfejlesztés az új mértékadó árvízszintnek megfelelően. 2016-ban tervek készültek további árvízvédelmi komplexumok létesítésére. Előkészítés alatt van a Tisza-Turközi tározónak a megépítése, ez Milota, Tiszabecs, Tiszakoró, Tiszacsécse térségében fog megvalósulni. Ezek komoly nagy beruházások, közel 50 milliárd forint összegben. Belvízvédelem területén három nagy projekt indulhat el 2017-ben. A Beregi tározó térségében egy tájgazdálkodási program kezdődhet. Új csatornák, vízszétosztó csatornák, műtárgyak, vízkormányzó műtárgyak épülnek, illetve a Tiszából két helyen szivattyúzási hely is alakult. Ez azt jelenti, hogy szivattyúval tudjuk a Tiszából a vizet kiemelni, és akár Tarpától Lónyáig eljuttatni a vízszétosztó rendszeren. Az Ecsedi láb területén két szivattyútelep korszerűsödhet, az Olcsfai és a Győrteleki szivattyútelepeken fognak jelentős rekonstrukciós munkát végezni. Az igazgatóság 2016-ban új feladatot is kapott, a mintegy 2200 km hosszú társulati csatornák megújítása, karbantartása, 12 szivattyútelep üzemeltetése az igazgatósághoz került. 42 helyszínen szeretnének napelemes energia előállító rendszert kialakítani. Folytatódhat a magyar-ukrán közös vízügyi program, síkvidéki tározók épülhetnek uniós forrásból a határ mindkét oldalán. Az árapasztóknak nem csak az árvízvédelemben, hanem a vízgazdálkodásban is fontos szerepük lesz. Ilyen lenne például a Kraszna folyó vízszállító képességének javítása, illetve vízpótló rendszer kiépítése. A Tiszaújlaki tározó végleges befejező munkálatait is 2017-re datálják. Gépek és informatikai eszközök beszerzésére több mint 1 milliárd forintot költött a vízügyi szervezet 2016-ban. A következő időszakban lesz lehetőség létszámbővítésre is, mondta el az igazgató. A rendszerek működtetésében fontos a közfoglalkoztatás, jelenleg is több mint 2000 ember dolgozik a téli közfoglalkoztatásban a vízügyi létesítményeknél. Jelentős, mintegy 15%-os volt idén a gazdasági növekedés Nyírbátorban. Csak a többletadó összege eléri a 150 millió forintot, közölte a település polgármestere. A városipari parkja csak nem betelt, több mint 20 cég működik a városban. Folyamatosak a fejlesztések, jövőre csak két vállalat 1400 új munkahelyet hoz létre. Csak nem betelt a Nyírbátori Ipari Park, termékeny volt ez az év is a település gazdasági életében. Jelenleg több mint 20 cég működik itt, de folyamatosak a fejlesztések. A német Rosenberger 2016-ban jelentette be 3,1 milliárd forintos nyírbátori beruházását, 8000 négyzetméteres üzemet építenek majd, ahol autóipari alkatrészeket gyártanak. Jelenleg bérelt épületben működnek a településen, ahol 300 embert foglalkoztatnak, a beruházással azonban további 400 főt alkalmaznak majd, de nem ez az egyetlen cég, amely bővíti üzemét. A Koloplaszt nyírbátori gyár egysége egy újabb üzemmel bővül, ami nagyságrendileg önmagában egy olyan 1000 fő munkahelyteremtést jelent, de emellett szerencsére valamennyi nyírbátori cégnek a megrendelés állománya az folyamatosan bővül, és ennek köszönhetően gyakorlatilag a nyírbátori ipari park növekedése nem attól függ ma már, hogy a nyírbátori cégeknek növekszik-e a piaca és tudják-e a termelést bővíteni, hanem attól függ, hogy arra a problémára,
hogy a munkaerőhiányt, a szakképzett munkaerőhiányt, a diplomásokat és a betanított munkásokat, azt hogyan, milyen körből tudjuk bővíteni. Nyírbátorban több olyan programot is elindítottak idén, amely a határon túl és a megye kevésbé fejlett gazdasági területei felé is próbálja kinyitni a város kapuit. A cél, hogy más településekről is Nyírbátorba költözzenek és ott találjanak munkát. Nyírbátor nem csak az elmúlt évben, hanem folyamatosan mondhatom, hogy az elmúlt 10 évben az egyik legdinamikusabban fejlődik, és ennek megfelelően az ebből származó bevételei is jelentősen nőnek. Még azokban az években is elmondható volt ez, amikor a 2008-9-es évben gyakorlatilag a válság idején a legtöbb mutató az egy kicsit visszafordult, nálunk a bevételek akkor is, ha nem is olyan mértékben, de növekedni tudtak. És az egy abszolút pozitív dolog, hogy például várhatóan ebben az évben is 15% felett lesz a településen a gazdasági növekedés, és ennek megfelelően az ebből származó bevételek is. Így csak a többletadó bevétel eléri a 150 millió forintot Nyírbátorban. Az összeget az előző évekhez hasonlóan ismét visszaforgatják majd a gazdaság, illetve azon szolgáltatások fejlesztésére, amelyek még vonzóbbá tehetik a települést. Látogatási tilalom lépett érvénybe a megszaporodó influenzás megbetegedések és hurutos légúti fertőzések miatt. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház Józsa András oktatókórházának gyermek és szülészet nőgyógyászati osztályain, illetve újszülött részlegén. A tilalom december 23-ától visszavonásig érvényes. Intézményi felújítások kezdődhetnek, fedett piaszcsarnok és egy hűtőház is épülhet uniós forrásból a következő évben Újfehértón. 11 pályázatot nyújtottak be, közel 3 milliárd forintos fejlesztés előtt áll a város. 2016-ban befejeződött a 49-12-es Újfehértót Nagy Kállóval összekötő út megépítése, amely javította a közlekedést a városban. Korszerűsödött az Újfehértót Nagykállóval összekötő út, az első ütemben a 6 kilométeres szakaszra 825 millió forintot fordítottak állami forrásból. A 49-12-esnek a belvárosi szakasza is elkészült 2016-ban. A várostövező utak állapota javult, a belterületi utakon kisebb felújításokat végzett az önkormányzat saját erőből. 2016 a pályázatok előkészítésének éve volt, a terület és településfejlesztési operatív programban 11 pályázatot nyújtott be az önkormányzat 2020-ig. Ebben vannak gazdaságfejlesztést célzó beruházások is. Egy közlekedési csomópont iparterületek feltárását segíti nekünk, ez egy közel 500 millió forintos beruházás, hiszen a 4-es számú főközlekedési úthoz csatlakozik, és nyilván nem lehet minden telephelynek kicsatlakozni közvetlenül. Újfehértón távlati cél a helyben foglalkoztatás javítása, ezért egy új hűtőház létesítése a mezőgazdasági vállalkozásokat segíteni. Azoknak szeretnénk segíteni, tehát azoknak a kisebb termelőknek, akiknek nincs annyi áru alapja, hogy ő önállóan tudjon pályázni több száz millió forintért egy hűtőházra. Mi úgy gondoljuk, hogy több kamrával megépítjük, ezt mi bérbe fogjuk adni. Ott lehetősége lesz csomagolni, manipulálni, válogatni a saját termékét, és onnan kerülhet piacra. Újfehértón a csapadékvíz elvezetése több utcában gondot jelent, ezt a hiányt pótolnák a hálózat kiépítésével. Az önkormányzati fenntartású intézmények energetikai korszerűsítésére is igényeltek támogatást. 30. alkalommal ad újévi koncertet a Szabolcsi Fúvós Zenekar és Mazsorett csoport Nyíregyházán. A részletekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Nem csak az élsport, hanem a szabadidősport, a diáksport és a fogyatékosok sportja is nagyon fontos a kormány számára, mondta Nyíregyházán a sportért felelős államtitkár, akitől 30 gyerek vehetett át sportszereket. Felemás esztendőt zár a nyírbátori ASE. Az NB1-ben szereplő együttes a kiesés ellen harcol, viszont a két korosztályos válogatott játékos, Tölgyes Dorottya és Molnár Dávid nagyszerű eredményeket ért el. Holnaptól kezdik árusítani a tűzijátékokat. A különböző pirotechnikai eszközöket forgalmazó üzletekben és a településeken holnaptól már nyitva tartó mobil árusító helyeken akár 100 forintért lehet már venni dúrogtatnivalót. Ám akadnak olyan bomba telepek is, amelyek 30-40 ezer forintba is kerülhetnek. A megvásárolt termékeket idén is csak néhány órán keresztül, december 31-én 18 órától, január 1-én reggel 6 óráig lehet majd használni.
Aki ezt az időpontot nem tartja be, akár 150 ezer forintos bírságra is számíthat. 30. alkalommal ad újévi koncertet a Szabolcsi Fúvós Zenekar és Mazsorett csoport Nyíregyházán. A Liszt Ferenc díjas Bakó Levente vezénylésével több meglepetéssel is készülnek a nézőknek ebben az évben, a Continental Arena biztosítja a helyszínt. Újabb évfordulóhoz ért a Nívó díjas Szabolcsi Fúvószenekar, közölte Bakó Levente művészeti vezető. Január 1-én már a 30. újévi koncertet adják a Continental Arénában. Idén egy különleges meglepetéssel is készülnek. Természetesen megtartottuk azt a kronológiai műsort és sorrendet, amit az évek folyamán, azzal a különbséggel, hogy a legnépszerűbb, legnagyobb, kiemeltebb csoportok lépnek fel most velünk, tehát egy Nyitány, a Dunakeringő, polkák, operett részletek, és hát a második részen például egy nagyon érdekességgel fog elindulni, hiszen teljesen le lesz sötétítve az aréna, és felcsendül a Century Fox szignál, és utána rögtön belecsapunk a Csillagok háborúja, vagy a Star Wars, de lehet a 20 évesek már csak angolul értenek. Kiváló John Williams muzsikája, amire a mazsoretteseink, a tűzmadarak, a legnagyobb csoportjaink teljesen fekete ruhába lesznek felöltöztetve, és világító botokkal adnak elő különféle koreográfiákat. A két órás gála esten így minden korosztály megtalálhatja a számára megfelelő műfajt, hangzott el a sajtótájékoztatón. A nyíregyházi fúvós koncertek hagyománya Tóth Tamás nevéhez fűződik. 1987-ben ő kezdeményezte a januári rendezvényt. Ennek a hagyománynak több évtizede fontos szerepe van a város kulturális életében, tette hozzá Úrik Attila alpolgármester. A kultúrában, a kultúrát tekintve pedig igen jelentős, mert egyrészt ugye jelentős szakmai munkát végeznek. Maga a karmesterük, a Bakó Levente, ugye ő Liszt Ferenc díjas művész, lovakereszttel kitüntetett állami elismert művésze Nyíregyházának is, tehát azért ez egy fontos dolog, hogy a zenében azért itt top kategóriák vannak, itt olyan csúcsművészek, akik a világ bármely pontján megállják a helyüket, és úgy tanítják az ittenieket, akik ugye mondjuk el azt, hogy munkából csinálják ezt, tehát nem ezt tölti ki a mindennapjaikat, hanem azért ez egy része csak az emberek életének, és ezt magas színvonalon csinálják. Ugye nem olyan régen voltak Dubajban például, ott is egy komoly nemzetközi versenyen. Bakó Levente szerint a Continental Arena felszereltségileg olyan nyugat-európai szintet képvisel, amely megfelelő a fúvószenekar számára. Évről évre ezernél is többen érdeklődnek a rendezvény iránt. Nem csak az élsport, hanem a szabadidősport, a diáksport és a fogyatékosok sportja is nagyon fontos a kormány számára, mondta Nyíregyházán a sportért felelős államtitkár, akitől 30 gyerek vehetett át sportszereket. Szabó Tünde kiemelte, a sportirányítás rendszerének őszi átalakítása is azt szolgálta, hogy a korábbinál hatékonyabban tudjanak dolgozni. Az idei évben sok iskolát, óvodát, rendezvényt támogatott sportszerekkel a sportért felelős államtitkárság. Kedden Nyíregyházán a Mondbebe 30 fiatal sportolója kapott könyveket, labdákat és más sportszereket. Az államtitkár elmondta, hogy az élsport mellett nagyon fontos az utánpótlás nevelés, és egy átszervezésnek köszönhetően januártól a korábbinál hatékonyabb munkát tudnak majd végezni ezen a területen. Az utánpótlás nevelés az egyik leghangsúlyosabb szerepet tölt be a magyar sportban, és éppen ezért, közben a gyerekek játszanak, éppen ezért egy teljes sportigazgatási feladaton vagyunk túl, és módosításon, hiszen felállítottunk 4 köztestületet, pont azért, hogy az élő sport minden részét ki tudjuk emelni, és hogy mennyire fontos akár az élsport mellett a nem olimpiai sportágak, a diák és szabadidős sport, a fogyatékkal élők sportja. Úgyhogy ezeket mind-mind felállítottuk, és január 1-től így tud elkezdődni egy nagyon komoly munka. Kovács Ferenc, a megyeszékhelyi polgármester arról beszélt, mindent megtesznek azért, hogy a fiatalok számára minél több sportolási lehetőséget biztosítsanak a városban. A múlt héten, karácsony előtt, ugye az óvodák megkaptak egyenként mind a 34 óvoda 76 ezer forintot. Az volt a kérésünk, hogy sporteszközre, mozgáshoz szükséges játékokra fordítsák. Így is történt, ez már tavaly is. És hát elkészült újabb 2 szabadidőkondi park, már 15 van,
az oviknál, az óvodákban a legtöbb ovi focipálya Nyíregyházán van, és azt gondolom, hogy infrastruktúrában is nagyot léptünk előre, nem csak a versenysport, hanem a szabadidősport, diáksport, tömegsport irányába is. Nagyon-nagyon fontos, hogy tudjanak az emberek sportolni, különösen a gyerekek, hogy egészségesek legyenek. Az államtitkár még elmondta, hogy 2017-ben rendezik Magyarország eddigi legnagyobb sporteseményét, a vizes világbajnokságot, amelynek előkészületei a terveknek megfelelően haladnak. Felemás esztendőt zár a nyírbátori ASE. Az NB1-ben szereplő együttes a kiesés ellen harcol, viszont a két korosztályos válogatott játékos, Tölgyes Dorottya és Molnár Dávid nagyszerű eredményeket ért el. Szeptemberben az országban az asztali teniszklubok közül elsőként a nyírbátori ASE edzéscentruma kapta meg a regionális edző és utánpótlás központ címet. Az elmúlt szezonban a minimális célt elérve benn maradt az NB1-ben a nyírbátori ASE. A nyári szünetben azonban jelentős változások történtek, Kis Zsolt játékos edző és Tóth Gábor Németországba költözött, Sallai Zoltán pedig visszatért Nyíregyházára. Így az őszi szezon követően egy győzelemmel és két döntetlennel a 9. helyen áll az átalakított csapat a 10 együttes számláló mezőnyben. Azzal kell főznünk, ami van, megyünk tovább, és megtaláltuk azokat a játékosokat, illetve konkrétan egy olyan játékos érkezett hozzánk, a Kővári Balázs, aki erősítést jelentett, és a többieket pedig helyi erőből pótoltuk, Bánhidi Emilt újra harcba hívtuk, és ők készségesen állt rendelkezésünkre, bizonyítva ezzel is azt a sportemberi magatartását, ami miatt ő már 15 éve van a klub szolgálatában. Az utánpótlás vonalon azt gondolom, hogy szintén elég jól állunk. Molnár Dávid az serdülő válogatott után most már az ifi válogatottba is szerepet kap. A másik fiatal tehetség, Tölgyes Dorottya, több hazai siker mellett nyáron Franciaországban a 7. helyen végzett az újonc asztali teniszezők Európa-bajnokságán. Nagyon sokat fejlődött, fejben egyre jobban oda tud koncentrálni, és egyre jobban tud fókuszálni az adott meccsekre. Még sok mindenben fejlődnie kell, de egyre jobb és szebb jövő áll előtte. Januártól Torony magasan fogja vezetni az újonc ranglistát, jövőre már a serdülő válogatottnál is számítanak rá, és hogyha ugyanígy fejlődik, ilyen ütemben tud fejlődni, akkor esetlegesen még akár egy serdülő Európa-bajnokságon is részt tud venni. Szeptemberben az országban az asztali teniszklubok közül elsőként a nyírbátori ASE edzéscentruma kapta meg a regionális edző és utánpótlás központ címet. A Magyar Asztali Tenisz Szövetség anyagi támogatásával is járó elismerésnek köszönhetően a jövőben még magasabb szintű szakmai munkát végezhetnek az egyesületnél. Előírták azt, hogy milyen szintű vezetőedzőt kell alkalmazni, milyen eredményességi mutatókkal kell rendelkezni, ezen kívül mennyiséget is elvárnak tőlünk, tehát magyarul, hogy több játékosunk legyen egy fél éven belül, mint amennyi azt megelőzően volt. Elsősorban gyerekek leigazolását tűzték ki célul, másrészt pedig azt, hogy olyan szakmai munkát végezzünk itt a klubon belül, ami a válogatottaknak a szintje. Nyírbátorban januárban egy bemutató edzéssel egybekötött szakmai napot tartanak majd azzal a céllal, hogy a környező magyarországi és határon túli megyék asztali teniszezői is megismerkedhessenek az egyesületnél végzett munkával. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. 60 milliárd forintos vízügyi fejlesztést indít el 2017 tavaszán a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A tervek között ár- és belvízvédelmi létesítmények korszerűsítése, tározók építése, csatorna rendszerek korszerűsítése szerepel. Jelentős, mintegy 15%-os volt idén a gazdasági növekedés Nyírbátorban. Csak a többletadó összege eléri a 150 millió forintot, közölte a település polgármestere. A városipari parkja csak nem betelt, több mint 20 cég működik a városban. Intézményi felújítások kezdődhetnek, fedett piaccsarnok és egy hűtőház is épülhet uniós forrásból a következő évben Újfehértón. 11 pályázatot nyújtott be a város önkormányzata, közel 3 milliárd forintos fejlesztés előtt áll a város.
A Kölcsei Televízió iradóját látták december 27-én kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, addig is műsorainkért és további hírekért látogassák honlapunkat. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk kisebb havazással, észak felől viharos szél kíséretében egyre hidegebb sarkvidéki eredetű levegő árasztja el térségünket. Az éjjel változóan felhős idő várható, havas eső, hózápor előfordulhat, az északnyugati szél megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet pedig -1 fok körül alakul. Holnap napközben időnként megnövekszik a felhőzet, azonban sok napsütés is várható, a keleti területeken előfordulhat húzápor. Az élénk időnként erős északnyugati szél estére jelentősen mérséklődik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 3 fok körül alakul, hidegfronti hatás van térségünkben. Csütörtökön még sok napsütésre ám, ennek ellenére hideg időre van kilátás, majd a hét végén a magasban fölénk érkező enyhébb levegő hatására ismét egyre nagyobb területen számíthatunk borult párás időre. Erősödik az éjszakai lehűlés és napközben is fagypont alatt marad sokfelé a hőmérséklet, a jövő héten hideg front éri el térségünket, elszórtan számíthatunk havas esőre, hóra, és valamelyest enyhül az idő.